Ez nem kapcsolódik szorosan a könyvedhez, de hogy erről a test szintről az jutott még eszembe, hogy a pszichedelikus terápiák során is ugye alapvetően azért egy elég szabályozott környezetben mennek ezek a... Tehát ki van alakítva az, hogy akkor a két terapeuta ott ül, az illetőnek le kell feküdni egy ágyra, ilyen, minek nevezik ezt, szemfedőt kell felvennie, fülesben hallgatja a zenét, nem nagyon mozoghat, stb. Tehát, hogy valahol ez eléggé bekorlátozza az egész pszichedelikus élményt, és hogy én sokszor így azt látom, hogy azért a jövő az nem biztos, hogy ez lesz, nem? Tehát, hogy ennél azért sokkal, sokkal fontosabb az, hogy milyen a set és a setting, hogy milyen környezetben használ valaki szert, és hogy mondjuk, hogyha valaki természetben használ pszichedelikus szereket, ahhoz képest egy ilyen korlátozott klinikai környezetben, hát nagyon sok mindenről lemarad, nem? Hát a környezet az fontos, ugye, tavaly vagy tavaly előtt volt egy híres történet a bulvár sajtóban, hogy valamilyen celeb az erdőben fogyasztotta a jószkát a haverjaival, vagy egy csoportban. És ugye az ajahuaszkások imádják a természetet, de hogyha belegondolsz, sokkal nehezebb az embereket felügyelni, hogyha egy zárt helyen vannak, akkor ott meg lehet beszélni, hogy ne hagyd el a vizét, vagy szóljál, hogy elmész, de az erdőből szétfutkosnak, és ott mindenféle történhet velük. Tehát itt a gyakorlati szempontok, ezek fontosak. Na most, hogyha túl rigiden, túl mereven lekorlátozzák az embereket, akkor az beszűkítheti az élményt, vagy lehet egy rossz élmény, de nem szükségszerű. Az 50-es években például úgy csinálták, hogy amikor először kezeltek alkoholistákat LSD-vel, akkor szépen lekötözték a kórházi ágyhoz, kikötözték, hogy nehogy ott elkúszáljon, vagy nem tudom miért, egyszerűbb volt nekik, és még így is nagyon sokaknak ilyen spirituális élménye volt. Az, hogy a jövő mit hoz, hát ezt ki kell kísérletezni. Szerintem most... Ti még megéritek majd, hogy teljesen így a normális terápia részévé válik, és nem csak a terápia részévé, hanem az önismereti munka részévé. Én úgy gondolom, és legtöbb szakértő szerintem ma úgy gondolja, hogy pszichedelikus szereket úgy kéne hozzáférhetővé tenni, hogy nem úgy, hogy elmész a patikába és kérek, mit tudom én, 200 mikrogram LSD-t, hogy ne lehessen hazavinni, hanem ilyen centrumokban fogyasszák az emberek felügyelet mellett. De az is lehet, hogy mit tudom én, 10-20 év múlva kialakul egy olyan kultúrája a fogyasztásnak, hogy valamilyen liberálisabb hozzáférés van. De ezek rizikós dolgok. Végülis az agyunkhoz piszkálunk hozzá. Az is lehet, hogy az egész ilyen nagyon rossz irányba fordul, és destabilizálja a kultúránkat. Ezt nem lehet tudni, amíg nem próbáljuk ki. 60-as években kipróbáltuk, akkor láttuk, hogy már mint Amerikában kipróbálták, akkor látszott, hogy nagy ilyen felforgató ereje van, sok lehetőség van a szerben, de az is látszott, hogy van benne rizikó. Erről beszélni kell, vitatkozni kell, kísérletezni kell, próbálgatni, így, úgy. De nagy lehetőség mindenképp. Említetted a negatív élményeket. Ugye köznyelven úgy szokták mondani, hogy bad trip, rossz utazás. Mostanában már azért ezt kevésbé használják, vagy szakirodalom inkább azt mondják, hogy challenging experience, vagy difficult experience, nehéz élmények, mert hogy alapvetően azért az, hogy nagyon nehéz élményeken megy valaki keresztül egy pszichedelikus trip során, az nem azt jelenti, hogy ez egy rossz utazás, hanem mondjuk lehet, hogy neki ezzel a dolga van, amihez fel kell dolgozni. Hogyha mondjuk megnézzük, az a Hoffman
első klasszikus tripjét is, ugye ott is azért beszámolt arról, hogy hát mikor ilyen halálközeli élményei voltak, halálfélelme volt, és ez egy, voltak olyan szakaszok, ami neki nagyon rossz és nagyon kellemetlen élmény volt, utána viszont ezen ő át tud lépni, és fel tudta dolgozni. Tehát, hogy egyáltalán beszélhetünk bad tripről, vagy lehet, hogy csak arról beszélhetünk, hogy emberek egyszerűen csak nem eljutnak egy olyan akadályig, amin nem tudnak keresztül menni, és nem tudják azt meglépni, nem tudják azt feldolgozni. Így van, ez a bad trip, hát ez szerintem úgy alakult ki, hogy tudom, a 60-as években mondták, hogy hú, hát ez nem volt jó, hát ez egy bad trip volt. De pontosabb az, hogy challenging trip vagy. Tehát az a lényeg, hogy attól, hogy nekem a pszichedelikus trip alatt kellemetlen, fájdalmas, félelmetes érzéseim vannak, az nem azt jelenti, hogy az önismeret szempontjából az egy negatív dolog. Nem azt jelenti, hogy szétzilál engem, hogy elvesztem a stabilitásomat. Majd beszéljünk arról is, hogy az mikor van. Beszéljünk most akár. Most úgy van, hogy ha reálisan akarjuk a veszélyeit körvonalazni a pszichedelikus trippeknek, akkor azt kell látni, hogy a teljes populációnak van egy körülbelül 3%-nyi hányada, amely hajlamos pszichotikus betegségekre. A pszichedelikumoknak lényegében csak itt van rizikója. A másik 97%, tehát a túlnyomó többség, ott nincs rizikója a pszichedelikus trippeknek. Na most, hogyan lehet tudni, hogy valaki ebbe a 3%-ba tartozik, vagy nem? Hát úgy lehet tudni, hogy mondjuk neked magadnak volt-e már olyan élményed, hogy nagyon megbillent a valóság. Tehát volt-e úgynevezett pszichedelikus epizód, akár csak néhány órára is. Ha volt ilyen, akkor óvatosabbnak kell lenned. Akkor voltak-e a felmenőid között pszichotikusak? Ezeket kell mérlegelni. Tehát az első az elméleti szempontból, meg gyakorlatilag is, hogy válasszuk szét a bad trippeket, meg az olyan pszichedelikus élményeket, amikor valaki pszichotikus állapotba kerül. Van ilyen. Drog által indikál pszichózis. Van egy ilyen diagnózis. A bad trip az olyan, hogy lehet, hogy az egy nehéz élmény volt nekem, de amikor lecseng a szernek a hatás, ez a legtöbb szernél 4-5 óra. Az LSD-nél a duplája. De legtöbbször ebben a pár óra alatt lecseng a hatás, és utána visszanyerem a normális én struktúrámat a valósághoz, normális módon viszonyulok, majd erről is beszélhetünk, hogy ezen mit éltünk. Tehát ilyen egy bad trip. A drog által indikált pszichózis az meg teljesen más. Ott tényleg megzakkan az illető, nem kerül vissza ebbe a normális állapotba. Általában ilyenkor is inkább arról van szó, hogy a pszichedelikus szer nélkül is bekövetkezne ez a dolog, csak előre hozza az élettörténetben a pszichózisnak a belobbanását. Egyébként az érdekes, ugye, hogy a 50-es években még az orvosok gyakran úgy nevezték ezeket a szereket, hogy pszichomimetikus, mert hogy ugye az volt az elmélet, hogy ezek a szerek gyakorlatilag a szkizofréniához hasonló pszichotikus állapotokat idéznek elő mesterségesen embereknél, és hogy azért is kísérleteztek magukon, hogy átéljék ugyanazt, amit egy szkizofrén beteg átél. Viszont a könyvedben ezzel is foglalkozol, hogy mi a különbség mondjuk a pszichotikus állapotú, vagy pszichózisban szenvedő beteg, és a pszichonauta között, és a két állapot között, tehát hogy miben különböznek ezek az állapotok egymástól? Igen, hát valóban, amikor a 40-es évek végén, 50-es évek elején elterjednek az LSD, van még akkor csak, meszkalin is van, de az LSD az, ami
ami elterjed a pszichiáterek között, akkor azt hiszik, hogy hát ez az LSD az őrületet vált ki. Az a különbség a pszichedelikus élmény, meg a rendes őrület között, hogy az elmúlik pár óra alatt. De hogyha megnézzük, a két élményt összehasonlítjuk, akkor ott alapvető különbségek vannak. Felsorolok néhányat. Az egyik különbség az, hogy egy pszichedelikus trip, az ha normális lefolyása van, tehát egészséges ember fogyasztja, és biztonságos környezetben, akkor ez egy jó élmény. Ugye a skizofrénnek az ilyen súbjai, vagy a halucinációi, az csöpög a szorongástól, az egy borzalmas élmény. Akkor az időtartama nagyon pontosan bejósolható, szertől függően, hogy meddig tart egy pszichedelikus trip. Skizofrén súbnál ez nem így van. Akkor az, hogy mennyire emlékszik vissza az alany. Pszichedelikus tripre kiválóan. Mindenki tökéletesen fel tudja idézni. Sokkal pontosabban fel tudjuk idézni, mint az álmokat. A skizofrén nem tudja felidézni ezt a halucinációt. Aztán a pszichedelikus tripnek van terápiás potenciálja. Megfelelő terápiás settingben, meg megfelelő terápiás protokollok mellett az integrálja a személyiséget. A skizofrénia ménye meg szétrázza, a diszociáció felé viszi a személyiséget. A pszichedelikus élménynek van egy nagyon erős esztétikai dimenziója. Van egy erős spirituális dimenziója. Ezt már említettük. Skizofrénnél nem találsz ilyet. Ugye hát William James, aki a vallási élményekről könyvet is írt, az egyik első ilyen klasszikus munkát, ő maga is ugye rendelkezett ilyen kémiai tudatmódosult tapasztalatokkal, és hogy gyakorlatilag ez igen nagy hatással volt az ő elképzelései arról, hogy miből is áll a vallási élmény. Erről is írsz a könyvedben. William James a egyik legnagyobb koponya volt az amerikai filozófiában, meg pszichológiában, és fiatal korában súlyos depressziója volt, és már elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Aztán azt mondta, hogy adok egy évet magamnak, és kipróbálom azt, hogy van-e szabad akarat, vagy nincsen. És közben olyanokat hajtogatott magába, hogy Jézus az én megváltóm. Tehát ilyen nagyon erősen próbálta ezt a vallásos élményt felfokozni saját magába. De nem tudta a tradicionális vallási keretek között. Ugyanakkor a házi orvosa mondta, hogy az indiánok fogyasztanak valami nagyon érdekes növényt, és talán ki kéne ezt próbálnod, mert a spirituális élményeket vált ki. Kipróbált, ez nem jött be, ez kihányta, ez a pejot volt, de aztán rájött, hogy a nevetőgázzal szisztematikusan tud saját magán spirituális élményeket kiváltani. A dinitrogénoxid. Dinitrogénoxiddal. És annyira integrálódott a személyiség, hogy aztán egy nagyon hosszú és nagyon kreatív és produktív életet élt. Ami egyébként ugye tök érdekes, hogy ez ugyanaz a kéjgáz, amit ilyen különféle bulikon tínédzserek lufiban, meg nem tudom mibe használnak, és hogy mennyire az ő élményük az, hát szerintem távol van valószínűleg a vallási élménytől. És még, tehát ugye ez mondjuk mutatja, nem, hogy azért mennyire számít az, hogy kinek mi a hozzáállása, milyen settingben használja ezt az egészet, milyen elvárásai vannak. Igen, az, hogy mi a célod azzal, hogy egy pszichoaktív anyagot fogyasztasz, az döntő. És én személy szerint nem vagyok annak a híve, hogy azzal bulizgassunk. Jó, ilyen küszöb alatt ilyen bébi adagok, az más. Mit tudom én, 20-30 mg extázi, az más. De
és a bulikban általában ilyen kis adagokkal motoroznak, persze az emberek. De egy komoly pszichedelikus trip, az igen, ott fontos, hogy mi a célod, ha ne csak szórakozásból csináld, adjál neki egy ilyen időbeli keretet, és hát vedd komolyan. És ezzel kapcsolatban is ugye van egy elég erős vita, itt Magyarországon is azért lehet ezzel találkozni néha, különféle spirituális iskolák, mozgalmak, vagy jóga, meg meditációs körökben is azzal kapcsolatban, hogy mennyire valódi az a vallási vagy transzcendens élmény, amit ezek a kémiai szerek nyújtanak, és sokan ugye ezt kritizálják, azt mondják, hogy ez gyakorlatilag egy hamis élmény, ez nem valódi spirituális élmény. Hozol is egy-két példát, hogy Ken Wilber például azt mondja, hogy ha bár egyes embereknél igazi spirituális áttörést tudnak beindítani, önmagukban azonban nem képesek hosszú távú növekedést biztosítani, akkor hogy Maslow azt mondta, hogy a pszichedelikus szerekkel az emberek lépcsőfokokat akarnak átugrani, ez ugye hasonló, amit Jung is mondott, vagy hogy Köstler mondta, hogy ez egy híg miszticizmus, ami gyakorlatilag nincs benne bölcsesség. Te ezt hogy látod? Hát elmeséltem nektek azt a sztorit, amikor először fogyasztottunk extazit, MDMA-t, és még utána többször volt az, hogy úgy gondoltuk, hogy hát ez az élmény annyira erős, hogy biztos, hogy megváltozok tőle. De aztán egy pár alkalom után fel kellett mérnünk, hogy nem változunk meg. Tehát a hatása az teljesen más egy pszichedelikus tripnek, meg egy misztikus élménynek. És de most nézzük csak magát az élményt, hogy miben különbözik. Az a különbség, hogy a legtöbb misztikus élményben van egy olyan dolog, hogy úgy érzi az illető, hogy egyesül valami nagyobb egésszel. A világgal, az Istennel, a természettel, a léttel magával. Tehát egy ilyen egységélmény. A pszichedelikus trippekben ez nagyon ritka. Nekem például soha nem volt ilyen egységélményem, de tudom, hogy néha előfordul, de sokkal ritkább, mint a klasszikus vallás spirituális élményeknél. És a másik különbség az, hogy ugye ez a pszichedelikus trip, az úgy éri az embert, mint egy lórugás. Hirtelen megváltozol, és kitágul a tudatod, és valami nagyon más lesz a működésed. A misztikusoknál ott meg van egy ilyen hosszú rákészülés, ráhangolódás, mit tudom én, koplalás, mindenféle ilyen módokon próbálják ezt előidézni. És az is nagy különbség, hogy a misztikusnak mindig van egy ilyen világnézet, egy világkép, amiben tudja integrálni az ő élményét. És az nagyon sokat segít. Most, hogyha pszichedelikus élményem van, akkor nincsen ilyen lehetőségem. Legtöbb ember ilyen olyan a világképe, hogy nem tudja integrálni bele. Szerencsére itt van a közönségben Móró Levent, aki írt egy tanulmányt a Enteogén kisegyházakról, majd megkérdezzük, hogy ő mit gondol erről, vagy remélem hozzá fog szólni. Egyébként hamarosan majd átadom nektek is a szót közönségnek, hogy feltessétek a kérdéseiteket. De még azért nekem is, belem is sok kérdés szorult, még én órákig tudok erről a témáról beszélgetni. Amit még mindenképpen szerettem volna, az a Jean-Paul Sartre-nak az esete, aki ugye francia filozófus író,
És hát vele foglalkozol, még azt hiszem a korábbi könyvedben is írtál róla, a pszichedelikumok és spiritualitás, meg a mostaniban is, akinek 1935-ben volt egy elég meghatározó meszkalin tripje, vagy utazása, ami hát szerinted azért elég erősen befolyásolta az ő kultikus regényét, az Undort, ami ugye az egzisztencialista irányzatnak az egyik alapregénye. Ezt még elmondanád, hogy milyen tripje volt Sartre-nak, és hogyan befolyásolta ez a gondolkodását? Ez a Sartre, Jean-Paul Sartre, később Nobel-díjas, nem filozófiában is Nobel-díj, irodalmi Nobel-díjat kap, és ő meghatározó alakja lesz a francia filozófiának a második világháború után. De amikor ez a meszkalin trip történik, akkor még nagyon fiatal, és elhatározza, hogy ír egy könyvet a képzeletről. Ha pedig a képzeletről írok, hát akkor nézzük meg a halucinációt, hogy az milyen, és kézenfekvő, hogy saját magamon fogom kipróbálni. És akkor megkére egy pszichiátert, hogy adjon neki egy meszkalin injekciót, és hát ilyen horrorisztikus víziói vannak. Rákokat lát, ugye? A rákok az utóhatás, de maga a trip is ilyen horror, ilyen kígyók tekergőznek körülötte. Igazi rémálom, az egész nagyon rosszul sikerül. De hát ez még lehetne egy bad trip is, de ugye említettem, hogy a bad trip után visszaáll a normális élet. És ő még 4,5 hónapig halucinál, ilyen rákokat képzel el, mindenhova követik a rákok, depressziója van, teljesen kiborul tőle. És filozófia történeti szempontból azért érdekes ez az élménye a meszkalin hatás alatt, mert megírja ezt a regényt, amiről Péter tett említést, az a cím, hogy az Undor, és ez a 20. századi filozófia legfontosabb regénye. Arról szól, hogy a főhős fokozatosan elidegenedik mindentől, az emberektől, a tárgyaktól. Először csak azt érzi, hogy valami ilyen kellemetlen érzése van, amikor egy kavicsot felvesz a folyópartján, és így kacsázni próbál vele, és látja, hogy nedves, és az olyan taszító. De aztán egyre erősebb ez az érzés, és eljut odáig, hogy azt mondja, hogy az, hogy ez a tárgy itt van, mondjuk ez a flakon, hogy általában tárgyak, ez teljesen ilyen esetleges, hogy mi milyen neveket adunk mondjuk egy fának. Semmi köze a fa lényegéhez. És egyre jobban gyötri ez az érzés, már ilyen fura élményei vannak, utazik a villamoson, úgy érzi, hogy a szavak meg a dolgok teljesen ketté válnak. A szavak nem hajlandóak rá szállni a dolgokra, a tárgyakra. Úgy érzi, hogy csak ilyen kis megkarcoltuk a tárgyak felszínét, amikor megpróbáljuk a szavakat rájuk erőltetni, de ez teljesen ilyen esetleges. És aztán a regény csúcs jelenete az, hogy bemegy a városi parkba, ott leül egy padra, és akkor úgy érzi, hogy a lét megértette azt, hogy a lét maga ennyire idegenszerű, hogy a létben nem lehetünk otthon. És akkor rádöbben, hogy az, amit ő addig ilyen rossz érzésnek tapasztalt saját magán, az annál sokkal súlyosabb. A lét természete ilyen, hogy teljesen idegenszerű az embernek. Nagyjából ez a sztori.
De sokkal jobban megvan írva, persze. Akkor elmondhatjuk, hogy az a 400 mg meszkalin injekció nélkül nem igazán jött volna létre az egzisztencialista irodalom? Igen, egy csomó szerző van, aki ezt bebizonyítja, hogy itt, hogy a regény enélkül nem születik meg, és ha a regény nem születik meg, akkor Sartre-nak a filozófiai főműve, a lét és a semmi, az se jön létre, mert ott csak filozófiai fogalmakba, kategóriákba öltözteti ezt az érzést. És akkor Sartre ezt így megpróbálja tagadni, meg az egész meszkalin sztorit így bagatelizálja, de be lehet bizonyítani, hogy nem. Itt ilyen okokozati kapcsolatról van szó. Két személyes megjegyzés részemről, hogy számomra azért ennyire lebilincselen izgalmas ez az egész téma, a pszichedelikumok, mert hogy annyira változatos módon termékenyítette meg, annyira sokféle oldalát a közéletnek, a kultúrának, az irodalomnak, a filozófiának, a vallásnak, tehát hogy ilyen elképesztően sokféle módon hatott az emberek gondolkodására ez az egész. Itt ugye a 30-as évekről beszélünk, és ott még azért volt több filozófus, meg közéleti személyiség is, akik ott kísérleteztek ezekkel a szerekkel. Walter Benjamin volt, meg Merleau-Ponty, akiről te többször is írsz. Ő neki más típusú tripje volt, ugye? Mescalinnal. Arról is beszélsz egy kicsit? Ez a Maurice Merleau-Ponty, ő egy Sartre-nál is sokkal fontosabb filozófus, és Sartre meg Merleau-Ponty jó barátok, együtt alapítanak egy folyóiratot, és egészen 1956-ig jó barátok, és akkor a magyar forradalom, az 56-os forradalom választja el őket, mert Sartre ilyen moszkovita maradt, tehát ilyen talpnyaló, tehát továbbra is kommunista, és mert akkoriban a francia kommunista... Kamüvel is összerúgta a port, amilyen. Kamüvel is. Szóval aki gerinces volt akkoriban, mint Camus meg Merleau-Ponty, azok kiléptek a kommunista pártból. Na de ekkor még jobban vannak Sartre és Merleau-Ponty, és Sartre soha nem publikálja azt a feljegyzést, amit az ő tripjéről készít. Viszont valamilyen módon odaadhatja Merleau-Pontynak, mert Merleau-Pontynak a fő művében ez megjelenik egy az egybe. Leközli, és lábjegyzetben megjegyzi, hogy ez Jean-Paul Sartre-nak a feljegyzése. Merleau-Pontyt annyiból érdekli a meszkalin, hogy ő teljesen újszerű módon fogja fel az észlelést, hogy mi az, hogy észlelés. És ez a főműve, ez a 1945-ben jelenik meg, az a cím az észlelés fenomenológiája. És állandóan azt bizonygatja különféle példákkal, a pszichiátriai esettanulmányok, pszichológiai kísérletek, meszkalin tapasztalatok, hogy az észlelés, vegyük már észre, hogy az észlelés az nem az, hogy mint egy tükör így passzívan vissza tükrözöm a környezeti ingereket, hanem az egy aktív, kreatív, dinamikus folyamat, hogy ott a világgal egy nagyon intim viszonyba kerülök. És ez a korai főműve neki. És aztán ír még egy nagyon fontos könyvet, az a cím, hogy a látható és a láthatatlan. Ez a késői főmű. Ezt már nem tudja befejezni, mert meghal elég korán. Szívinfarktus kap, olyan 60 évesen, még annyi sincs. És itt pedig már egy annyira erős képet vázol fel a világról, hogy azt mondja, hogy az a létnek a lényege, hogy ő úgy hívja azt, hogy vad lét. Amikor milyen az, amikor elképzeljük az észlelést úgy, hogy mindent lehántunk róla, milyen ilyen fogalmak,
a fogalmak kényszer zubbonya, és megpróbáljuk azt rekonstruálni, hogy milyen az észlelés a legmélyebb szinten. Mert amikor például amikor most beszélek nektek ezekről a dolgokról, vagy Péterrel beszélgetünk, akkor egy nagyon ilyen mechanikus üzemmódban vagyunk. És ugyanakkor mindenki érzi, hogy néha egy ilyen inspirált hangulatban vagyunk. Ha betrippelnék, akkor másképpen beszélnénk? Hogyha betripp lenne, akkor megint másképp beszélnénk. De a lényeg az, hogy van egy dúsabb, egy végtelenül mély, kimeríthetetlenül gazdag az, ahogy az emberi psziché működik. És a szavak, az csak egy ilyen felszín. És ez rímel arra, amit a William Blake mondott, hogy ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, a dolgok olyannak tűnnének, amilyenek valójában végtelennek. Ez alapján írta meg Huxley is ugye a híres Maskulin eszéjét. Igen. A Huxley az, aki ugye már világhírű író, mert 1931-ben fiatalan ír egy olyan könyvet, hogy Szép új világ. Ez ironikus, hogy Szép új világ, ez a távoli jövő, amikor már az emberiség egyesül, egy világkormány van, és úgy kontrollálják a társadalmat, hogy egy pszichedelikus szert osztogatnak, amit szinte így kötelező módon kell fogyasztani, amitől ilyen boldognak érzik magukat. Tehát egy ilyen disztópia, egy nagyon sötét jövő. És a pszichedelikumoknak nagyon, vagy ennek a pszichedelikus szernek nagyon-nagyon negatív szerepe van. Ugyanakkor ezt a Huxleyt nagyon érdeklik a spirituális irodalmak, és azon fáradozik, hogy a keleti ilyen vallási fogalmakat, a hinduizmus, buddhizmusnak az ilyen alapkategóriáit valahogy lefordítsa a nyugati nyelvre. Ugyanakkor neki magának soha nem volt spirituális élménye. És akkor hallja a háború után, hogy van ez a meszkalin, ezt ki lehetne próbálni, és akkor 1953-ban van egy ilyen élménye, amiről ír egy hosszú eszét, ami a lehető legtökéletesebb módon ragadja meg azt, hogy mi ez az élmény. És valóban az eszének az a címe, hogy az érzékelés kapui, angolul the doors of perception, tehát az érzékelés ajtói, és ez a Blake, ez egy olyan brilliáns elme volt, aki festőnek is fantasztikus. Az új könyvemen az ő festménye van egyébként a címlapon, és egy nagyszerű költő is. És azt írja ebben a versben, hogyha az észlelés ajtói megtisztulnának, akkor az ember úgy látna a dolgokat, amik végtelennek. Mert az ember bezárta magát a barlangjába, és csak a barlangjának a szűk hasadékán keresztül szemléli a világot.